A Jászberényi rendőrkapitányság rablásbüntet elkövetése miatt folytat eljárást egy jászárok szállási lakos ellen. A megalapozott gyanú szerint a fiatalkorú jogsértő a város egyik parkjában megszólított egy boltba igyekvő kiskorú helyi lakost, akit előzetes szóváltás után ököllel bal arcfélen többször megütött. Ezt követően két kézzel megragadta a sértett nyakát, és tőle pénzt követelt. A gyermek 1000 forintot adott át a gyanúsítottnak, aki később egy boltban azt elköltötte. Bejelentést követően a jársági nyomozók elfogták és előállították a fiatalkorút, majd gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott, és a későbbiekben előterjesztést tesznek letartóztatása indítványozására.